Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Húsvét 6. vasárnapjára mondjuk a szentmisénket, és elhunyt déd és nagyszülőkért mutatjuk be. Ha szerettek engem, tartsátok meg parancsaimat, halljuk az evangéliumban. A Jézus iránt való szeretet nem érzelem, hanem tanításának a követése. A szavak és tettek által így láthatjuk meg az Istent az életünkben. Ehhez nézzünk önmagunkba, vizsgáljuk meg a lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek és nektek, testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vedessen el az örök életre.
Könyörögjünk! Mindenható Istenünk, add, hogy odaadó buzgossággal ünnepeljük Urunk feltámadásának örömnapjait. Engedd, hogy cselekedeteinkkel mindenkor életre váltsuk, amit az emlékezéssel felidézünk. A mi Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélek kegyességben, Isten mind örökkön örökké. Olvasmány az apostolok cselekedeteiből. Abban az időben Fülöp felment Szamaria városába, és hirdetni kezdte el Krisztust. A nép halva és látva a csodákat, amelyeket végbevitt, feszült figyelemben hallgatta. A tisztátalan lelkek ugyanis nagy kiáltással eltávoztak sok megszállóból, és sok béna meg sánta meggyógyult. Nagy lett az öröm a városban. Amikor Jeruzsálemből maradt apostolok meghallották, hogy Szamaria befogadta az Isten szavát, elküldték hozzájuk Pétert és Jánost. Mikor megérkeztek, imádkoztak értük, hogy szálljon le rájuk a Szentlélek, mert addig még nem szállt le rájuk, csak meg voltak keresztelve. Úrunk Jézus Krisztus nevében rájuk tették a kezüket, és azok megkapták a Szent Lelket. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Szent Lecke, Szent Péter apostol első leveléből. Szeretteim, Urunkat, Krisztus szentül tiszteljétek szívetekben. Legyetek készen arra, hogy mindenkinek válaszolni tudjatok, aki csak kérdezi, mi az alapja reményeteknek. De ezt szeliden, tiszteletteljes és jó lelkiismerettel tegyétek, hogy aki Krisztusban való szép életetek miatt gyalázni titeket, szégyenben maradjanak rágalmaikkal. Jobban úgyis, ha inkább jó tetteitekért szenvedtek, mikor ez az Isten akarata, mint sem gonoszságaitokért. Mert Krisztus is meghalt egykor a bűnök miatt, az igazi bűnösökért, hogy Istenhez vezessen minket. Test szerint ugyan megölték őt, de a lélek szerint életre kelt. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Legyen veletek! Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz. Ha szerettek engem,
tartsátok meg parancsaimat. Én pedig kérni fogom az Atyát, és más vigasztalót ad majd nektek, az igazság lelkét, aki örökre veletek marad. A világ nem kaphatja meg, mert nem látja és nem ismeri. De ti ismeritek őt, mert veletek marad, és bennetek lakik. Nem hagylak árván titeket. Visszajövök hozzátok. Rövid idő, és már nem lát engem a világ. Ti azonban láttok, mert én élek, és ti is élni fogtok. Azon a napon megtudjátok majd, hogy én Atyámban vagyok, ti én bennem, én pedig ti bennetek. Aki ismeri és teljesíti parancsaimat, az szeret engem. Aki pedig szeret engem, azt Atyám is szereti. Én is szeretni fogom, és én megmutatom neki magamat. Ezek az evangélium igéi. Az evangélium tanítása. Illés, Marcell, meg Zsófi, te is gyere ki. Gyertek, jó? Gyere! Szoktatok ígérni valamit? Mondjuk a szüleiteknek, társaitoknak, barátodnak, mit szoktatok ígérni? Visszafizeted a pénzt, aztán? Chipset, vagy adok, igen? Vagy elmész tanulni? Segítesz a szüleidnek otthon, és meg is tartjátok ezt az ígéretet, amit szoktatok ígérni a társatoknak, vagy a szüleiteknek? Néha. Nem? Igen, vagy nem? Figyeljétek meg, az evangéliumban Jézus is ígér. Mit gondoltok, hogy mit ígér Jézus Krisztus? Két dolgot akarok kiemelni. Megígér Jézus, ugye nem azt mondja, hogy kitűnő leszel az év végén, így van? Ilyen nem ígér Jézus. Azt sem mondja a szüleiteknek esetleg, lótöltösük lesz, ugye? Ilyet sem ígér Jézus. Viszont két dolgot ígér Jézus. A Szent Lelket, meg az ő szeretetét. Mit gondoltak, hogy ez jó nekünk, hogy a Szent Lelket, meg a szeretetét adja? Igen? Igen, mert ez a legfontosabb a számunkra, hogy a Szentlélek kiáradjon, és az Istennek a szeretete bennünk legyen. Köszönöm a segítséget. Foglaljuk helyet, jó? Krisztusban szeretett testvéreim, Jézus megígéri a Szent Lelket mindazoknak, akik szeretik őt. Itt is azt is megígérhette volna, hogy ahol ketten vagy hárman összejönnek az ő nevében, ott úgy lesz jelen, mint amikor az apostoloknak megjelent, ugye a feltámadott Krisztusnak a megjelenéseire gondoljunk. Amikor ott egész valóságában megmutatja magát, étkezik velük, meg megérinti a Tamás apostol az oldalát, meg a kezét. Nem ezt tette, hanem megígérte a Szent Lelket. A mai evangélium ezt fejti ki más-más szavakkal. Ha szerettek engem, tartsátok meg a parancsaimat. Ez az első feltétel minden keresztény számára. Szeretni Krisztust. Ezért jön. A szeretet minden igaz ismeret alapja. Csak a szívével lát jól az ember, ami lényeges a szemnek láthatatlan, mondja a róka a kishercegnek. Csak azt ismerjük, amit szeretünk, akit szeretünk. Csak az a fontos nekünk, akit szeretünk, mert Isten képére vagyunk teremtve, és Isten a szeretet. Tehát nem azt mondja, hogy ha van eszetek,
akkor belátjátok, hogy igazat tanítok. Nem mondhatja ezt, mert az ember csak annak hisz, akit valamennyire szeret. Az ember csak akkor ismer el valakit igaznak, az emberre vonatkozó tanítások közül, ha olyantól hallja, akiről tudni, hogy szeretetből mondja. Magyarul hiteles ember legyen, és ezt a kereszten mutatta meg Jézus, így szeretett minket. Előbb van a szeretet, aztán jöhet csak a felismerés. És a kettő indítja meg az akaratot. És az akaratban vagyok én már jelen. A szeretetben még nem. A belátásban sem. De az akaratban igen. De abban a szeretetben, amely már tettekben nyilvánul meg, abban már szintén jelen vagyok. És ez a mélyebb belátásra vezet, és ezek így generálják egymást. Jézus megígéri a Szent Lelket mindazoknak, akik szeretik őt. Ezért mondja az evangéliumban, a világ ezt nem kaphatja meg, mert nem látja, és nem ismeri. De ti ismeritek őt, mert veletek marad, és bennetek lakik. Ezért nem szolgáltatja ki az egyháza bérmálás szentségét akárkinek, csak annak, aki felkészült rá. Szeretni Jézus nem csak annyi, mint ragaszkodni a látható vagy érzékelhető jelenlétéhez, hanem tenni is akaratát, megtartani a parancsait. A vele való személyes kapcsolat vágya nincs ezzel egyszerűen félretolva, hiszen még a távol lévő Úr sincs messze. Vigaszunk és támaszunk a lélek, akit az Atya küld. A Jézus iránt való szeretet nem érzelem, hanem tanításának követése. A szavak és tettek által így láthatjuk meg az Istenhez, az Istent és az életünkben. Egy mai végrendelet körülbelül így hangzik, így fest. Értelmi képességeim teljes birtokában, szabad akarattal, halálom esetén minden ingó és ingatlan vagyonomat, betért könyveimet és készpénzemet örökösömre, XY-ra hagyom. Az Úr Jézus egészen más végrendeletet szerkesztett. 12 örökös állta őt körül, akik feszült figyelemmel hallgatták a búcsú szavait. Mit hagyott örököseire Krisztus? Először is a Szent Lelket, mint ügyvédet. Jézus megígérte egyházának a Szent Lelket. A Szentírás görög szóval paraklétosznak, vigasztalónak nevezi őt. Segítőnk, szószólónk. Pontos fordításban ügyintéző, ügyvédünk. Tehát ügyvédet rendelt mellénk, aki képviseli a mi érdekeinket. Nem védelemről van szó Isten ítélő széke előtt, hanem az emberekkel szemben és általában szükségben, nehézségekben, amelyeknek a keresztények e világban kétségül ki vannak téve. Ezért mondja Jézus, hogy ha bíróság elé állítanak, nem ti beszéltek, hanem majd atyátok lelke szól belőletek. Nem csak a gyászolóknak van szükségük vigasztalókra, a búcsúzóknak bátorítókra, hanem mindnyájunknak egy jó ügyvédre, aki sikerre viszi a fáradozásainkat. Ez az ügyvéd Jézus ígérete szerint velünk marad örökre, sőt, bennünk lakik. Tehát mindig kéznél lesz, ha szükség van rá, ingyen intézi az ügyeinket, hiszen mi adunk lakást neki. És ha ő képvisel bennünket, képviseli a perünket,
az mindig javunkra dől el, mert tőle már nincs hova fellebbezni. Mit hagyott örököseire Krisztus? Másodszor az igazság érvényesülését. A mai világ legnagyobb szélhámossága az igazságnak a relativizálása. Nincs abszolút feltétlen igazság, csak viszonylagos. El akarják hitetni az emberekkel, hogy nincs objektív igazság, valóságos, páratlan, részrehajlás nélküli, tárgyilagos igazság. A dolgokat lehet így is értelmezni, meg lehet úgy is értelmezni. Nem érdemes hát kutatni az igazságot. Legyinteni kell rá, mint Pilátus, és cinikusan kérdezni, mi az igazság? Napjainkban az a szokás, hogy a riporterek kezükben a mikrofonnal faggatják az utcemberét különböző kérdésekről. Úgy alakítják a riportot, hogy hárman mellette érvelnek, hárman meg ellene. Szegény néző meg kapkodja a fejét, és végképp nem tudja eldönteni, mert a média fele felarányba hozta ki az eredményt. És hát pontosan ez a cél, ez a szélhámosság benne. Kialakítani nézők tudatában azt a meggyőződést, hogy nincs igazság. Mindenki vallja azt, amit akar. Pontosabban azt, ami neki hasznos. Csak hogy így felborul az erkölcsi rend. Ha valamikor szükség volt a Szentlélekre, hát akkor éppen ma. Őt ugyanis Jézus az igazság lelkének nevezi. Megvilágosítására múlhatatlanul szükség van, hogy keressük szenvedélyesen az igazságot a mai hazug világban. S rátaláljunk az igazságra az eszmei zűrzavarban, és éljünk az igazság szerint az erkölcstelenség közepette. Mit hagyott örököseire Krisztus? Harmadszorra az árvaság feloldását. Munkácsi Mihály megrendítő festménye a síralomházban. A halálra ítélt bandavezér élete utolsó estéjén búcsúzik a családjától. Felesége, kisgyermeke kétségbe esetten sír. A porkoláb, a börtönőr közömbös arca a fegyverére támaszkodik. A halálra ítélt tehetetlen fájdalmában magába roskad. A családra árvaság borul. Nem tud vigasztalni, maga sem tud reménykedni. A tragédiából nincsen kiút, mert a család az ő halála után árva lesz. A képet hosszasan szemlélve a kislányt sajnáljuk legjobban. Árva lesz. Borzasztó a gyermek számára, ha a szülő elvesztésével árva marad. Hasonló árvaság érzés fogja el a tanítványt, ha elveszíti a tanítóját. Például, amikor Szokratésszel megitatták a méregpoharat, filozófus tanítványai kétségbe estek. A legtehetségesebb tanítványa, Pláton írja, hogy Szokratész halála után megbénultak. Sivár üresség szakad a tanítványra, ha tanító nélkül állva marad. Amikor Prohászka Ortokár meghalt 1927-ben Budapesten az egyetemi templom szószékén, az egész magyar kereszténység érezte elárvultnak magát. Sík Sándor megrendítő verset írt a nemzet lesújtottságában, Árvák címmel. Érthető, ha az apostolok szívét is elszorította az árvaság érzése, amikor Jézus búcsúzott az utolsó vacsorán tőlük. De a Mester nem engedett a síralomház hangulatnak. Nem magára gondolt, hanem apostolaira. Az ő könnyeiket akarta letörölni,
mivel vigasztalt? Először is azt mondja, hogy nem hagylak árván titeket. Visszajövök hozzátok. Itt nem azt ígér, hogy majd a világ végén dicsőségesen visszatér, vagy hogy a halál pillanatában majd eljön értünk. Itt a húsvéti feltámadását ígéri, amely 3 nap múlva bekövetkezik. És attól kezdve én veletek maradok a világ végezetéig minden nap. Én élek. Ez a második vigasztalása. Istenségét nem lehet elpusztítani. Kereszt lehet őt feszíteni, láncsával át lehet őt szúrni, a sziklasírba lehet zárni, még őröket is lehet a sírja mellé állítani, de csak nagy pénteken. Húsvétkor viszont nyilvánvalóvá lesz, hogy ő él. Halálra vált őrök jelentik a főtanácsnak, Jézus Krisztus feltámadt, Jézus Krisztus él. És az apostolok is viszik majd az örömhírt a világba, Jézus Krisztus feltámadt, Jézus Krisztus él. Mi nem egy vallás alapító szektájához tartozunk, aki valamikor élt, de aztán meghalt és eltemették, hanem az élő Krisztus hívei vagyunk, aki elpusztíthatatlanul él. Ti én bennem, én bennetek maradok. Ez a harmadik vigasztalása. Haldokló édesanya a gyűrűjét ajándékozza leányának. És azt mondja, valahányszor erre nézel, jusson eszedbe, aki téged annyira szeret. Jézus nem emléket, ajándékot adott, hanem valóságos jelenlétét ígérte. Így mondja, bennetek maradok. Az oltári szentség vételekor belénk költözik. Az Úr bensőségesebb egységben marad velünk, mint a barátunk, osztálytársunk, édesanyánk vagy a házastársunk, mert ők csak kezet fognak velünk, megsimogatnak, vagy éppen átölelnek. Jézus azonban bennünk marad. Mit hagyott örököseire Krisztus? Negyedszer a szeretetét. A végrendelkező Jézus utolsó ajándékként, ajándékaként felhangzik az ígéret, Atyám is, én is szeretni fogom. A legnagyobb hiányzik ma a világon a szeretet, és a holnap embere még inkább sóvárogni fog a szeretetre. Modern űrhajójában kapcsoló táblája fölé hajolva szeretetre lesz éhes a szíve. Hiány azt jelenteni, hogy bekövetkezett az ember tragédiájának az eszkimó jelenete. Ahogy Tóth Árpád írja Lélektől Lélektig című versében, ahol az ember és ember közt a jeges űr lakik. Ott a legnagyobb vigasztalás az Atya és Jézus irántunk való szeretetének az ígérete. Aki engem szeret, az én tanításomat megtartja. Atyám is szereti őt, és hozzámegyünk. Lakóhelyet veszünk nála. Szeressük az Úr Jézust nagyon. Legyen a lelkületünk vele szemben odaadás, készség, hűség. Lehet Jézust lanyhán is szeretni, és nem megtartani a tanítását. De az Úr ezt nem nevezi szeretetnek. Aki igazán szeret, az mélyen érez és híven tesz. Az ilyen léleknek kijelenti magát az Úr. Isten otthon akar nálam lenni. Isten részéről ez nem csupán kedveskedést, érzelmet jelent, nem is kizárólagosan sikeres földi életet. A szeretet a másik igazi javának szolgálata. Nos, merjünk bízni abban, hogy az Úristen tudja, mi válik a javunkra igazán. És ha Jézus végső testamentumként ezt hagyta ránk, akkor
teljesíteni is fogja. Nem úgy, mint a gyerekek, kérdeztem őket, hogy megtartják az ígéretet, vagy nem. Hát olyan bizonytalanságban, ugye, hogy igenis, meg nem is. Soha nem fogjuk árvának érezni magunkat. Az ő szeretete önmagunk felé emel minket, és a lehetetlenségre is késztetni fog. Az utolsó vacsorai búcsúbeszéd nem a síralomház hangulatát vetíti elénk. Nem magába roskadó reménytelenség árad belőle, hanem dinamizmus és győzelmi hangulat. Mi nem süllyedő hajóhoz láncoljuk magunkat. Nem egy halálba induló, tragikus hős elszánt követői vagyunk. Szívünkben mesterünk ígérete cseng, e világban üldözés szenvedtek, de bizzatok, én legyőztem a világot. Bizzatok, mert az Isten lelke belőlünk, az új szövetség népéből épít templomot, hogy az Atyának az áldását és a föltámadott Jézus szeretetét jelenvalóvá tegyük a világban. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Isten jobbján. Onnan jön elítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Testvéreim, a mennyei Atya azt akarja, hogy kövessük Szent Fiát, kérjük ehhez bizalommal a segítségét. Hogy egyházad mindig Krisztus útján járjon. Kérünk téged, hogy minden ember számára Krisztus legyen az út, az igazság és az élet. Kérünk téged, hallgass meg minket. Hogy az emberiség az evangélium fényében megtalálja a békére vezető utat. Kérünk téged, hallgass meg minket. Hogy szent néped mindenben keresse, és teljesítse akaratodat. Kérünk téged, hallgass meg minket. Hogy a keresztények életüket tegyenek tanúságot a Krisztusban való hitükről. Kérünk téged, hallgass meg minket. Mennyei Atyánk, hallgass meg könyörgésünket, segíts, hogy fiad útján járjunk, kövessük az ő tanítását, s így elnyerjük az örök életet, Krisztus, ami Urunk által. Thank you.
imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadja el az Úr, kezeletül az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére. Urunk Istenünk, fogadd el könyörgéseinket, áldozati adományainkkal együtt, hogy jóvoltodból megtisztulva, Atya jóságot szentségeihez méltók legyünk, Krisztus, ami Urunk által. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Emeljük fel a szívünket. Fölemeljük az Úr. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy minden időben magasztaljunk, Urunk, téged, de különösen most a húsvéti időben, midőn áldozattá lett értünk Krisztus a húsvéti bárány, mert odaadta érettünk életét, a régi áldozatok helyett kereszthalála lett a tökéletes áldozat, és üdvösségünkért felajánlva néked önmagát, ő lett a főpap, az oltár és az áldozati bárány. A húsvét örömezért kiárad az egész földre, a nagyvilág örvendezve újong, a mennyei erők és az angyali hatalmak, a te dicsőséget himnuszát zengik, és vég nélkül éneklik. Szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd rá a szentelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből minnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka, ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket,
hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, László püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzen meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörőkérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele, és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mind arakkan, arakké. Ha Krisztussal feltámadtunk, Isten gyermekei vagyunk, és nagy bizalommal így merünk imádkozni. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk. Míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Támadása után Jézus így köszöntötte tanítványait, békesség nektek, ezért kérjük, Urunk Jézus Krisztus, te legyőzted a bűnt és a halált, ne vétkeinket nézed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol, mindarakkan arakké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a lelkeddel. Engesztelődjetek ki szívből egymással. Legyen békesség köztünk mindenkor. Thank you.
Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.
könyörögjünk. Mindenható örök Isten, te Krisztus feltámadásában újjáteremtesz minket az örök életre, növeld bennünk a húsvéti szentségek kegyelmét, hogy az üdvösséges eledel erejével töltsd be lelkünket Krisztus, a mi Úrunk állatal. Szeretettel közlöm a kedves hívekkel, ma van a társadalmi kommunikáció világnapja. Imádkozzunk a tömegtájékoztatásban dolgozókért, a jelenlévő dolgozóért is. Május 14-én, mai nap vasárnap este, a Szent Mise után az Egyházközség képviselő testületének a gyűlése lesz, melyre szeretettel hívom és várom a képviselő testületi tagokat. Jövő héten, hétfőn, kedden és pénteken nem lesz csendes szentségimádás. A többi hétköznapokon este 18 órakor lesz, hétvégén szombat és vasárnap 17 órakor lesz csendes szentségimádás. Május 16-án kedden Nepomuki Szent János áldozópap és vértanú emléknapja. Május 18-án csütörtökön szentségimádást tartunk a reggel 7 órakor kezdődő Szent Mise után, este 17-től 18-ig imaóra hívek vezetésével, majd 18-tól 19 óráig csendes szentségimádás lesz. Május 19-én pénteken reggel csak 6:30 lesz Szent Mise. Délelőtt 10 órakor a Kiskanizsai Általános Iskola elhunyt pedagógusaiért és tanítványaiért lesz Szent Mise. Május 21-én vasárnap Urunk mennybe menete főünnepén délelőtt 9 órai Szent Misében lesz az első áldozás. Május 20-án szombaton reggel 8 órakor lesz az első áldozók és szüleinek a gyóntatása. Május 20-án szombaton lesz a 6. Kiskanizsai Katolikus Diáknap, délelőtt 9 órától délután 3 óráig. Szeretettel várunk minden hittanos diákot és a szüleiket, valamint a minisztránsokat, felolvasókat, gyertyavivőket, korábbi minisztránsokat, szolgálattevőket, fiatalokat. Jelentkezni a hitoktatónál, a plébánián vagy a sekrestyében lehet mai vasárnap estig. Tizorait és ebédet kapnak a diákok, és a felnőtteket is várjuk ebédre. Az ételkészítés miatt fontos a regisztráció, mert nem mindegy, hogy 50 vagy 100 főre kell készíteni. Sütemény felajánlásokat szívesen fogadunk a diáknapra. Május 21-én vasárnap béli 12 órakor lesz a Förhénci első búcsú Urunk mennybe meneteléről. Az Úrra legyen veletek, és a te lelkeddel. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. A Szent Mise véget ért, menjetek békével. Istennel.